Ma a Szászfár Pécsfehérvár labdarúgó mérkőzés lesz a bajnokság nyitó meccse, a megyében nem is lesz ma más forduló. Ez egy picit különleges mérkőzés, mert ennek mindig van egy pikantériája, mert mindig is egy presztízs meccs volt, két közelálló település. Azon kívül azért is különlegesebb a többitől, mert 9 pécsfehérvári játékos volt Szászfárra, és 3 szászfári pécset, játékos ment Pécsfehérvárra futballozni. Tehát én ezt picit úgy látom, hogy ez kicsit harcosabb, tüzesebb meccs lesz a többitől, de hát meglátjuk, és remélem, hogy Szászfár győzelem lesz a végén. Thank you.
Egyes,
A nyáron Erős János elnök úr keresett meg azzal, hogy a Szászari felnőtt csapatnál vállaljam el a szakmai munkát. Ezt örömmel vállaltam el, annak érdekében, hogy magasabb célokat tud kitűzni az egyesület a jövőben. A Jani és a település támogatásával sikerült egy nagyon erős keretet összehoznunk. Rengeteg új játékos érkezett a csapathoz a tavaly előtt évekhez képest. Úgy gondolom, hogy ez az erős keret képes lehet bármilyen bravúra a bajnokságban, mindenképp a legelőkelőbb helyek egyikén szeretnénk végezni. Nincs kizárva az se, hogy úgy gondolom a csapat képes megnyerni a bajnokságot, de nyilván ehhez több összetevőre, legfőképpen szerencsére is szükség van a szezon során. Több játékos érkezett Pécsváradról, ahol tavaly sikerült többünknek bajnoki címet szerezni itt a Baranya megye első osztályba. 4-5 játékos érkezett Szentlőrincről, valamint még a PMFC másik csapatától is sikerült igazolnunk, és Kozár Mislenyből is tudtunk hozni ide fiatal játékost annak érdekében, hogy a keretet meg tudjuk erősíteni. Amit esetleg lényegesnek tartok elmondani, hogy a nyáron rengeteget tudtunk edzeni, jó edzésmunkát végeztünk el a srácokkal, nagyon vevőek voltak az új munkára, a több munkára, a minőségi munkára, és meg is szeretném nekik köszönni, hogy a felkészülés mindenki végig tudta úgy csinálni, hogy egyrészt sérülésmentesen, aminek nagyon örülök, és hogy minél több edzésen itt tudtak lenni, tehát minőségi munkát tudtunk végezni, úgy gondolom, hogy nem lesznek fizikális problémáink az ősszel. Ennek nagyon örülök mindenképpen. Amit még fontosnak tartanék, hogy sok fiatal játékos is érkezett a csapathoz, illetve vannak ugye helyiek is, akik évek óta itt futballoznak, egy kisebb kitérővel, talán még játszottak Pécsen is, ha jók az információim. És nyilvánvaló, hogy az ő beépítésük is egy fontos feladat. Most azért azt tudni kell mindenkinek, hogy egy fiatal játékos beépítése az nem 2 hét vagy 2 hónap alatt történik. Hát nagyon fontos tényező az, hogy folyamatosan jönni kell, dolgozni kell, nekik több edzést is szánunk, tehát velük külön is foglalkozunk még heti 2 alkalommal a felnőtt edzések mellett, annak érdekében, hogy idővel be tudjuk őket minél többet építeni a csapatban, minél több játékperchez jussanak. De mondom, ez egy folyamat, ehhez van, hogy évek kellenek, valakinél elég egy fél év, valaki elég 3 hónap, de ennek érdekében is minden törekvést megteszünk, hogy próbáljunk nekik is lehetőséget biztosítani, mert nekünk nagyon fontos az egyesülettel közösen, hogy minél több fiatal játékos be tudjunk építeni majd évek alatt a felnőtt csapatba. Ehhez sikerült szerintem az U19-es csapatot is egy kicsit megerősíteni, érkeztek más településekről, más városokból is játékosok, nyilván a környékből, próbáltunk oda is tehetséges fiatalokat hozni annak érdekében, hogy az utánpótlás csapataink is esetleg jobban tudjanak szerepelni, mint az előző években. És mondom, nagyon fontos az, hogy minél több fiatal kapjon szerepet majd a felnőtt csapatnál, de ez időre van szükség, és az ő alázatos munkájukra az edzések során. Erős a tűzbe!
tízesek állnak, ugye? Ugyanúgy. Igen. Figyeljük oda, koncentrálni kell. Visszatettem előtt csinálni. Első verőgyi. Ez egy kapuka, mi? Ez egy féle. Visszatérve a szombati mérkőzésre, hát nem volt alaptalan az aggodalmam azzal a mérkőzéssel kapcsolatosan, amit mondtam is neked a mérkőzés előtt. Mert a mestert sokkal jobban féltem, mint egy igazi rangadótól, ami akár lehet egy Selye, vagy egy Siklós, vagy egy Szentlőrinc. Ahogy mondtam is, ez egy olyan mérkőzés volt, hogyha ha nyilvánvalóan mi voltunk a mérkőzés esélyesei, ami elvileg ki is jött, de óriási teher volt a játékosokon, és ami, ha láttatok is a mérkőzést, vagy te is láttad a mérkőzést, ott 2-0 lehetett volna ez akár féldőre, 4-5 gól is a különbség, de majdnem bejött az aggodalmam, hogy találtak egy gólt, és visszajöttek a mérkőzésbe, és akár még csúfos vereség is, vagy akár letetés lett volna belőle, de hála Istennek nem. Tehát hál' Istennek ez a mérkőzés úgy zajlott le, hogy mi szerettük volna, megvan a 3 pont, megérdemelt a csapat. Picit többet vártam én is tőlük, de ez nem annak tudható be, hogy ők nem tudnak. Nagy az elvárás velünk szembe. Tehát az edző is nyilatkozta, sok jó játékos lett igazolva, mivel tényleg azt mondom, hogy elég komoly céljaink vannak, lettek. Szerintem ez a település meg is érdemli, hogy legyen egy végre egy sikeres csapata, aki azt mondom, hogy a megyébe városokat megelőzve megnyerheti akár a bajnokságot is, de minimum az első 3-ba tud végezni. Na most erre adott a lehetőség, ahogy a Balázs is mesélte, aki egy megszállott fanatikus edző, úgy gondolom én is, ott a munkájával már sokszor én csak ámulok, hogy mégis ezt hogy bírja, de hát hál' Istennek, hogy végig is itt tudtam csalni, amit nagyon nem bánok. Nyilván lesznek majd olyan dolgok, amit azt mondom, hogy össze kell csiszolódni a csapatnak is, neki is, nekem is ő vele, a közönségnek is ő vele. Vannak elvárások, de hát mindenkinek úgy lehet egyszerre megfelelni. De ami hosszú távú cél, az pedig azt mondom, hogy közösen ki tudjuk alakítani, hogy Szászváron akár az utánpótlás is, akár a felnőtt csapat is egy olyan rangot vívjon ki, hogy azok a fiatalok vágyjanak a felnőtt csapatba szerepelni, mert teli lesznek sikerekkel, sok rengeteg győzelemmel. És azt mondom, hogy egy igazi cél tudnak kitűzni, hogy a sporton belül is egy nagyon közösséghez tartozzanak. Amiben én azt mondom, hogy itt a településen belül a polgármestert és a testülettől megkapunk mindenféle támogatást, a polgármester úrral általában ezek a dolgokat át is szoktam beszélni, tehát tud róla, tájékoztatjuk a dolgokról. Itt is amilyen fejlesztések vannak az egyesületen belül. Hát ami tavaly is itt elkészült a hátsó pálya, de most be van adva a pályázatba, egy új öltöző, beadtunk egy műfüves pályát, ami azt mondom, hogy szintén az utánpótláskorú gyerekeknek az iskola udvaron lévő elkészítésekor azt fogja szolgálni, hogy sportolási lehetőséget tud nekik biztosítani, mert az a salak az hát, nyáron porzik, télen sáros, tehát igazából nincs megoldva ez a lehetőséget, ezzel is igazából az egyesület ilyen nem öncélú dolgokat, hanem azt mondom, hogy a közvagyont akarja ezzel gyarapítani. Persze a mi céljainkra is szolgál, mert igazából a mi játékosok is tudnak sportolni, de igazából az utánpótlásnak épülne föl, hiszen ez itt fog maradni beépítve, és ez a jövő nemzedékének a gyarapodását, a sportolásra való ráállását fogja szolgálni. Visszatérve a csapatra, a szombati mérkőzés után azt tudom mondani, hogy kicsit én is hallottam a hangokat, hogy türelmetlenebb volt a közönség, mert azt szokták meg az edzőmeccseken is, a Tolna ellen is, hogy ami volt, az például nagyon jó mérkőzés volt, hogy nagyon el tudtuk őket verni, nagyon szép játékkal, nem lesz ez mindig így, de én azt mondom, hogy ha mindig 3-1-re nyerjük meg a mérkőzést, és úgy leszünk bajnokok, akkor én ebbe kiegyezek. Nagy vonalakban az új alakult csapatról ezt tudom mondani, az ifi csapatra, és az serdülő csapatra pedig azt tudom, hogy ugyanolyan utánpótlás munka folyik. Igazából picit több lett a túlkoros a mostani megyei labdarúgó szabálynak megfelelően. Baranyában úgy alakult, hogy a túlkorosoknak köszönhetően csak 5 túlkoros lett a pályán, ami a 93-as és a 94-es korosztálynak felel meg. Hát ebből nekünk sajnos van 10, úgyhogy muszáj volt igazolni. Hál' Istennek a Balázs révén tudtunk jó játékosokat igazolni, és nagyon remélem, hogy ez a csapat is a Mohács ellen már 24-én megmutatja az igazi arcát, hogy azt mondom, hogy tényleg azt mondom, hogy egy nagyon nagy, nem is nagyon nagy, hanem igazából városokat ez a nagyközség meg tud előzni, és egy nagyon jó ingyen reklámot tud ennek a településnek biztosítani. A papírlagyi mélységit, amikor tuti
Az jó? Jöhet, szenyő! Mest, tetsz! Most! Gyere, vízbe, Geri! Bravo, Geri! Máté, nagyon jó! Ez az Máté, így lépte! Máté, nagyon jó volt! Volt három választásom is, Zaza, Geri, Szenyó, ez a lényeg. Három választási lehetőségem is volt. Mert nyilván valahogy el kell az egyiket találni. Egy van még, utána cserélünk majd szerepeket.